Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Köszöntöm nézőket, a Karcagi Nagykun Református Szakgimnázium és Gimnáziumban beszélgetünk Tóth Barnával, az intézmény megbízott vezetőjével. Itt vagyunk a tornateremben, mögöttünk a sok-sok tankönyv, ami azt jelenti, hogy hamarosan indul az új tanév. Hogyan készültek fel erre? Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Gőzerővel folytak a munkálatok itt a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban. És szeretném elmondani azt, hogy a tervezett szakokat sikerült beindítani. Ez azt jelenti, hogy 9. évfolyamon beindult az angol nyelvi képzés, ami gimnáziumban nagy hagyományoknak örvend. A jelenleg legsikeresebbnek mondható természettudományos képzést a matematika, fizika és biológia, kémia vonallal szintén folytatni tudjuk. Az informatika csoportunk ugyancsak beindul, és újdonságként jelentkezik egy ilyen humán vonal, ami a magyar történelem szakot jelenti, és hála Istennek erre is voltak szép számmal érdeklődők. Gondolom azért érkeznek a volt diákoktól, most érettségizőktől hírek arról, hogy kit hova vettek föl, tudunk erről néhány mondatot? Igen, főleg a gimnazista tanulóinkról szeretnék beszélni, hiszen ők azok, akik a továbbtanulással foglalkoznak, vagy szeretnének tovább tanulni egyetemen, illetve főiskolán, és hála Istennek nagyon jó eredményeket érnek el. Például az emelt természettudományos osztályunkból, amiről az előbb is esett szó, 100%-os ez az arány, és a másik osztályban pedig majdnem 100%-os. Szóval mindenki úgy néz ki, hogy felvételt nyert oda, ahova szeretett volna, és ezt róluk még ugyan nem tudjuk, viszont a korábbi tanítványainkról tudjuk, hogy azért elég szépen meg szokták állni a helyüket. Hát akkor reméljük, hogy így lesz. Beszéljünk egy picit akkor a szakember ellátottságról, hiszen nagyon sok helyen halljuk, hogy pedagógus hiány van. Itt van-e, vagy sikerült minden álláshelyet betölteni? Az az igazság, hogy most valóban országos szinten, de talán még lehet azt mondani, hogy európai szinten is mindenfelől szakember hiányról beszélhetünk. És nem mondhatom azt, hogy a mi iskolánkat ez nem érinti, viszont itt nagyon nagy köszönetet kell, hogy mondjak a kollégáimnak, akik csodálatos módon mellé álltak ennek a dolognak, és most úgy néz ki, hogy nemhogy el tudunk indulni valahogyan, hanem kifejezetten olyan színvonalat próbálunk tudni majd biztosítani a gyermekeink számára, illetve a tanítványaink számára, amit eddig tőlünk megszokhattak. Mit kell tudni, hány diák indul, hány pedagógussal indulnak, van esetleg kollégiumi igény, azt hogyan tudják megoldani? Jelen pillanatban 293 tanulónk van, és 26 pedagógus. Természetesen rajtuk kívül még vannak, akik óraadóként segítik a munkánkat, és közöttük 70 diákot sikerült felvenni a 9. évfolyamra. És kollégiumi igényre igazából van jelentkező, de nem olyan nagy létszámban, és ezt egy közelben lévő iskolának a kollégiumában szoktuk megoldani, úgyhogy velük ez az együttműködés, reméljük, hogy folytatódni fog. Gondolom azért, mert készülnek az órarendek, készül a következő tanévnek a rendje, milyen rendezvények lesznek. Gondolom a hagyományos rendezvények a gólyabáltól kezdve, a gólyatábor úgy tudom, hogy már meg is volt. Sok olyan lesz, amire mi is itt szoktunk lenni, de lesz-e valami újdonság? Igen, több mindent szoktunk tervezni, általában igen gazdag ez a lista. A gólyatábor valóban megtörtént már. Az elmúlt héten pénteken és szombaton Berekfürdőn vett részt a 9. évfolyam ezen a találkozón 3 osztályfőnökkel és egy szervező kollégával. Tervezzük most egy kicsikét hamarabb majd a gólyabált, szeptemberben még, szeptember vége felé tervezzük a szalagavatónkat, amire október 13-án fog sor kerülni, szintén egy kicsit hamarabb, úgyhogy erre is szeretettel várunk majd mindenkit. Folytatódni fog a kapcsolatunk a svájci, zürichi testvériskolánkkal, igazából talán mondhatom így. Ők is jönni fognak majd szeptember végén, illetve bennünket is várnak a tavasszal egy-egy hétre. Úgyhogy programaink lesznek. Természetesen a nagy templomban meg fogunk emlékezni a nemzeti és egyházi ünnepeinkről, úgyhogy ide is szeretettel várunk mindenkit. Itt szeretném elmondani, hogy szeptember 3-án hétfőn reggel 8 órától tartjuk a
tanévnyitó istentiszteletünket, ünnepségünket a nagy templomban, ami szintén nyilvános, tehát a városból is szeretettel várunk bárkit. És hát akkor itt a tornaterem is kiürül, hiszen a tankönyveket is megkapják a diákok. Megérkeztek időben? Igen, semmi probléma nem volt a tankönyvek ellátásával, amint a háttérből látszik, szépen kilettek osztva tanulónként, úgyhogy ezzel szoktuk segíteni a gördülékeny átvételt. Ez szintén a hétfői napon az osztályfőnöki órák keretében fog történni, úgyhogy bízunk benne, hogy részünkről semmi akadálya nem lesz annak, hogy tanítványaink örömmel és még valami nyárból hozott energiával kezdjék majd az új tanévet. Köszöntöm nézőnket a Kártai Gábor Kórházban, az EFI-nek iroda munkatársával, Horváth Névas Erzsébettel beszélgetünk arról, hogy hogyan is próbálnak nyitni a lakosok felé, hiszen a szűrővizsgálatokon túl az EFI-nek sokkal több. Sok-sok olyan dolog fog indulni a közeljövőn, amire várják a lakosok jelentkezését is. Melyek lesznek ezek? Én is köszöntöm a tévénézőit. Igen, szeptembertől beindítjuk városi szinten a karcagi járáshoz tartozó településeinken az életmódváltó programokat. Karcagon szeptemberben fog elindulni először a szülésre felkészítő tanfolyam, ezt követően főzőklubot, majd házi kenyérsütő tanfolyamot, dohányzást leszokató, támogató csoportot indítunk, illetve a településeken ugyanezeket az életmódváltó programokat szeretnénk elindítani. Sok szeretettel várjuk a jelentkezőket. Akkor vegyük sorba őket, hiszen gondolom, hogy már mindegyikre lehet jelentkezni. Mondjuk el egy-két mondatban, hogy mit is takarnak ezek a különböző programok. Karcagon a szülésre felkészítő tanfolyamunk szeptember 12-én indul, amely már meg van hirdetve, Facebook oldalunkon is lehet jelentkezni az elérhetőségek alapján. Diplomás ápoló szülősznő fogja levezényelni ezt a tanfolyamat, mely 6 alkalmas. Tótné Varga Mária fogja az előadásokat vezetni. A várandós anyáknak próbálunk segíteni a terhesség vagy a várandóság első pillanatától, a szülés befejezésétől vagy befejezéséig, illetve az csecsemő gondozásáig, táplálásáig egy tematikán keresztül fogjuk ezt lekoordinálni a kedves várandósok részére. Azt gondolom, hogy ez azért is fontos, a nagyszülőket említettük, hiszen azért mindig van egy kis konfliktus, hogy nagyszülő több mindent enged meg, mint a szülő. Tehát azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy szakember egy picit ebben segítsen. Igen, fontos tudni, hogy pszichológusunk is van, mely segíti a tanácsadásokat, illetve gyógytornász is bevonásra kerül ebbe a programba, akik szintén segítik a gyermeknevelés mozdulatait. Mit kell tudni? Tehát azt hallottuk, hogy 12-én hány órakor és hol? A Kártai Gábor Kórház előadói termébe fog megvalósulni, 15 óra 30 perckor kezdődik az első tanfolyamunk. Akkor menjünk tovább, hiszen akkor most a születendő gyermekektől elmegyünk a már felnőtteké, hiszen itt volt egy főzési tanfolyam, ahol én úgy tudom, hogy a kenyérsütéstől kezdve a fontos bevásárló lista összeállításán át sok-sok mindenről szól ez, de ez egy 2 tanfolyam. Igen, szeptember 19-én a Lovagi udvarban 16 órától a házi kenyérsütő tanfolyamunk indul el, majd 18 órától a főzőklubot indítjuk el. Mind a 2 tanfolyam egy 6 alkalmas életmódváltó program. Szintén várjuk a főzni, sütni vágyó egyének jelentkezését. Itt elsajátítható a főzési technikától mindenfajta egészséges főzés, táplálkozásnak az alaplépései, illetve a házi kenyérsütő tanfolyamon a kenyér készítésétől kezdve a pékáru sütemények készítéséig elsajátíthatóak. Séfünk, Szatmári János mesterszakácsnak a vezetésével, koordinálásával fog történni a tanfolyamunk. Itt is akkor már lehet jelentkezni, úgy tudom, és azt is itt az előbb beszéltük, hogy mind a 2 tanfolyamra lehet menni, vagy csak az egyikre? Mind a 2 tanfolyamra be lehet jelentkezni, természetesen ingyenesek a tanfolyamok, meg vannak hirdetve, jelentkezéseket folyamatosan várjuk, és tudjuk őket fogadni külön-külön is. Életmódváltásra azt gondolom, hogy nagyon nehezen lehet rávenni azokat, akik már alkoholisták, vagy nagyon, nagyon agresszív dohányosok. Ők rajtuk is próbálnak valamilyen szinten segíteni, hogy is.
Igen, szintén indul két programunk, a dohányzást leszokást segítő csoport szeptember közepén indul, ez is meg van hirdetve. Szaksegítség Herbák Péter klinikai szakpszichológus vezénylésével, illetve egy alkohol leszokást támogató önsegítő csoportot indítunk, szintén szeptemberben, ahova várjuk azok az egyéneknek a jelentkezését, akik elfogadják a segítségünket, illetve szakemberek bevonásával a segítséget. Ha most mondjuk valaki látja a riportunkat, és úgy gondolja, hogy van egy olyan közösség, amit ő vezet, és mondjuk idősebbek, vagy egy speciális bármilyen csoportban van a csoport, vagy bármilyen olyan csoport, akinek szüksége lehet az önök tanácsaira, erre is van lehetőség? Igen, hiszen az egészségfejlesztési irodánkban több szakember dolgozik, van gyógytornászunk, klinikai szakpszichológusunk, mentálhigiénikus szakember, várjuk mindenki jelentkezését, aki úgy gondolja, hogy segítséget vagy bármilyen együttműködést szeretne az egészségfejlesztési irodánkkal, és nagyon szívesen segítünk, illetve együttműködünk. Mióta található a kis pandák a Jászberényi állatkertben, és milyen program keretében kerültek ide önökhöz? 2014-ben jött az elhatározás, hogy kis pandát szeretnénk tartani, akkor jártunk utána a tartási feltételeknek, megépítettük a kifutót, és még abban az évben érkezett hozzánk két nőstény állat Svédországból. Ezeket az állatokat az Európai Faj Megmentő vagy Faj Megőrző Program keretében kapta a Jászberényi állatkert. Néhány évig tartottuk ezeket az állatokat, és aztán addig nem is tudom, kértük a program segítségét, hogy az egyik lányt azt kicseréltük egy hímre. Ez a hím ez Belgiumból érkezett. A nálunk lévő lány az Ausztriából Linzbe került, és igazából most az első alom ennél a párnál, amit itt láthatunk a kifutóban. Mennyire ritka, hogy ilyen rövid idő alatt kis kölykök születnek? Hát igazából ez bennünket is meglepett, mert a hím az 2 éves, és másfél éves korában érik el az ivarérettségüket ezek az állatok, tehát ő rögtön, ahogy elérte az ivarérettségét, bizonyított, és igazából nem csak a hím, hanem azt gondolom, hogy az állatkertünknek és a kollégáknak is egy elismerés. Tehát, hogyha valahol van szaporulat, főleg egy ilyen kúráns fajnál, mint a kispanda, akkor ez ezt bizonyítja, hogy jó a kifutó, jó a takarmányozás, kellően odafigyelnek az állatra a gondozók. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy jó visszaigazolás arról, hogy jó helye van itt ennek a kis csapatnak. Ritkán születik fogságba a kis panda? Igazából nem olyan nagyon ritkán, hogyha a pár az összeillő vagy megfelelő, akkor viszonylag gyakran születik. Magyarországon is több állatkertben tartják már ezt a fajt, egyre több helyen bukkan fel a magyar állatkertekben, és hát szaporulatról is több magyar állatkert be tud számolni, és büszkén mondjuk, hogy most már a Jászberényi állatkert is ezek közé tartozik. Meddig maradhatnak itt a kölykök, illetve mi lesz majd a sorsuk? Hát a természetben 1 éves kor körül válnak önállóvá, ezt az állatkertekben is be szoktuk tartani, és hát várjuk a programnak az utasítását, hogy mely állatkertbe kell, hogy kerüljenek ezek a hímek, hiszen a természetben magányosan élnek, úgyhogy 3 hímet egy nősténnyel tartani, azt nem lehet, mert ezek az állatok össze fognak veszni, és nem fogják magukat jól érezni. Mennyire népszerű ez az állatfaj itt az állatkertben? Hát igazából, ha azt mondjuk, hogy ilyen cukiságról beszélünk, akkor talán az egyik legcukibb állat. Nagyon szeretik a látogatók, és sokat állnak itt és figyelik. Főleg, hogy most már néha a kölyköket is meg lehet pillantani az odú nyíláson keresztül, vagy lehet hallani a hangjukat. Hogyha ez így van, akkor bizony összeszalad ide a látogatók egy része, és nagyon figyelik ezeket az állatokat. De én azt gondolom, hogy ha megnézzük, akkor egy ilyen nagyon kedves, vöröses színű, vidám, ilyen plüss állathoz hasonló valami, úgyhogy feltétlenül egy népszerű állatok közé tartozik. Mi történt most itt a mai napon? Június végén születtek kis pandakölykeink, elérték most a 2 hónapos kort. Korábban 2 héttel ezelőtt már megfogtuk őket egy vizsgálatra, féreghajtásra, és annak jött el most az ismétlő ideje, így 2 hét elteltével, így már tudunk viszonyítani ahhoz is, hogy fejlődnek, hogy alakulnak. A korábbi megfogásnál 2 héttel ezelőtt 500 g körül volt mind a két kis pandakölykünk. Mostanra az egyik kölyük az 760 g, a másik pedig 850 g-os súlyt ért el. Egyébként látszódik is rajtuk, hogy jó kis gombócok, tehát annak ellenére, hogy még nem esznek, csak szopnak, 2 hét alatt majdnem, hogy duplázta is valamelyik a súlyát, úgyhogy elmondhatjuk, hogy nagyon szépen fejlődnek. Jó erőben is vannak, ez látszódott azon, hogy a vizsgálat közben azért több gumikesztyűt szétszaggattak. Megnéztük mind a 2 fiú, és egyelőre úgy néz ki, hogy rendben van mindenki. Nem csak orvosi vizsgálat történt, hanem egy különleges csípet is kaptak. Mi ez és miért van rá szükség?
A mikrocsippes jelölés az azért szükséges, mert ez egy egyedi azonosítót ad az állatnak, így kerülnek be az állatkerti adatbázisba. Egy mini csippet kaptak, ez egy kicsivel kisebb, mint egy normál csip, kisebb traumával jár nekik, de ugyanúgy működik, mint a normál csippek. Egy pici szuri igazából nagyobb traumát nem okoz nekik. Körülbelül 2 hónaposak az állatok, megfelelő fejlettségi szinten vannak-e, és mennyire ritkák ezek az állatok Magyarországon? Megfelelő a fejlettségi szintük, mint ahogy mondtam is, körülbelül dupláztak majdnem 2 hét alatt a súlyukon. Magyarországi körülmények között ugye állatkertekben tartjuk őket, és egy tenyésztési programban vesznek részt. Nálunk is egy korábbi csere, párcsere révén jött létre, hogy sikerült végül is új kölyköknek a megszületése. Viszonylag ritka ez, hogy fogságban szaporodik? Tartási körülményektől függ. Tehát az kell hozzá, hogy meglegyenek minden az adott feltételek nekik. Most elmondhatjuk, hogy az elmúlt időszakban itt Magyarország az elég jól kiemelkedik a szaporulatban, mert Nyíregyházán is, és itt nálunk Jászberényben is most egyszerre születtek kölykök, úgyhogy úgy néz ki, hogy kiemelkedik Magyarország a panda tenyésztésben. Lehet azt tudni, hogy mi lesz a kölykök sorsa? A sorsukról nem mi fogunk dönteni. Körülbelül 1 éves korig mindenképpen a szülőkkel maradnak, mert a választási kor csak utána érik el. A fajkoordinátor, az európai fajkoordinátorok döntenek arról, hogy melyik egyed, hova, melyik állatkertbe és mikor kerül elszállításra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!